Augusztus 20. Szekszárd. Az ünnep a helyszín szellemiségéhez illően gazdára találnak a legrangosabb városi kitüntetések, amelyek egykori szekszárdiként is a mai szekszárdot segítő extra teljesítményeket honorálnak. De némely esetben életműdíjként is felfoghatóak ezen elismerések. A két proúrbel szekszárdért, a hat közjóért mellett az idén egyel gyarapodott a csak kivételes esetben odaítélhető város díszpolgára kitüntető cím. Ennek birtokosa a számítástechnika egyik hazai apostola, egy egész ország elismerését elnyerő Kovács Győző, aki akadémiai, majd Neumann János díj a munkaérdemre aranyfokozatának birtokosa. Kell ennél több, lehet ennél több? Igen, válaszolt lakónök is rövidséggel a villamosmérnök, amikor valaki a saját hazájában lehet proféta. Amikor elvégeztem a gimnáziumot, utána szabályszerűen elszöktem Szekszárdról, a szüleimtől, és úgy mindig visszatértem, és akkor volt egy időszak, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy tudtam segíteni elsősorban a szekszárdi oktatást valamilyen formában, vagy a szekszárdi gimnáziumba folyó oktatómunkát, akkor rögtön elkezdtem segíteni. És most azt érzem, hogy mintha a város visszafogadott volna, tehát az ilyen csavargó fiát, és ebből a... Ez persze egy ilyen kitüntetés, az nem csak érdem, vagy nem csak öröm azért, mert az embernek adták, hanem ez egy óriási kötelezettség is. Tehát én már most, amikor megkaptam, elkezdtem gondolkozni azon, hogy tudom én ezt a városnak, a város polgárainak visszaadni valamilyen formában még, hogy én ezt a kitüntetést kaptam. De biztos találok rá alkalmat. Mennyire érzi a várost fogadókésznek arra, hogy az ön tudományát, ami úgy gondolom, hogy a 21. század elején uniós csatlakozás ide vagy oda csak kardinális kérdés, és különböző kormányprogramok is elindultak. Mennyiben tudja segíteni tartalmilag ezt az intelligens város mozgalmat megtölteni, hogyha fogadókész a város erre? Hát Kocsis Imre Antal megtisztelő fölkérésének engedve egy bizonyos mértékig részt vettem ebben az intelligens város koncepcióban. Én úgy érzem, hogy az intelligens város, és ez az én koncepcióm, hogy egy város akkor intelligens, hogyha az emberek intelligensek benne. Na mostan a szekszárdi emberek, és ez nem, hogy mondjam, ilyen pukedlinak szánom a szekszárdi polgároknak, tényleg így látom és tudom, hogy halatlanul okosak. Tehát itt egy olyan keveredés jött létre, ugye a Szárka felüli svábok, akkor a Újváros felüli ilyen kvázi magyarok, akkor a felsőváros nagypolgárok, tehát ez egy olyan egészséges szétválás volt, és ugyanakkor mégis egy harmónia a városnak a három része között. Ezt András Valéry Bertalan is megfogalmazta, hogy különböző etnikumok ennyire békés egymás mellett élés és alkotása szinte párján ritkító itt a Duna mentén, és gondolom, hogy a szexuális vonzás közvetlenül is vonatkozik. Igen, és most öreg fejjel azt kell mondanom, hogy nekem az is nagyon tetszett, hogy itt Szekszárd nem volt például cigányozás. Én nem emlékszem, a nagyapámnál nagyon sok cigány ember dolgozott, és akkor, amikor voltak a betelepítések, én azokat átéltem, tehát részben a Szekszárd környéki kitelepítéseket, és aztán a betelepítéseket, és nagyon sok osztálytársam volt olyan, aki Szlovákiából átjött magyar volt, vagy Csángó földről jött magyar volt. Tehát ezek se rázták meg a várost. Tehát ez a város is rögtön ráérzett arra, hogy ezeket az embereket asszimilálni kell, szekszárdivá kell tenni, és ennek a városnak akkora nagy ilyen intellektuális hatása van az emberekre, hogy igazi szekszárdiak, hát itt a polgármester úr maga, hát kell nála egy jobb szekszárdit találni, hát pedig ő, én csak utána tudtam meg, amikor megismerkedtünk sokkal, hogy ő igazán nem is szekszárdi. Van, aki levéltárosként, van, aki népművelőként, van, aki helytörténészként, a megye honismereti mozgalmának vezetőjeként, van, aki közéleti emberként tiszteli Kacián Jánost, akinek szimpatikus szerénységénél csak a felsorolt területeken megmutatkozó, egymáshoz kapcsolható, összefüggő tudása, empátiája és humánuma nagyobb. Egy népművelő, egy levéltáros, ez egy kicsit a múltat kutatja,
levéltárosként erre van lehetőségem, népművelőként pedig arra, hogy a múlt kutatásának tapasztalatait próbáljam felhasználni a saját életemben. Ennek az egyik legnagyobb lehetősége ott kínálkozott, mikor közösségbe tevékenykedhettem. Egyesületbe, intézménybe, és utána visszavonulva a magányba az ember megírja azt, amit megírhat, és bízom abban, hogy ezzel magam is készítettem valami kis világot, magam is teremthettem mindahhoz, ami ma Szekszárd, ami ma kulturális közélet. Egy sikerélmény elmondható, amit megkutattál, megírtál, és aztán utána vagy tárgyiasult formában, vagy nem tárgyiasult formában, vagy szellemi tőkeként azért jelen van. Hát, Szekszárdon közismert ez a Bunyaszekszárd történet, ami tényleg igazán nagy élmény volt. 3 nappal ezelőtt jártam ennek a volt kis falucskának a helyén, ahogy ott is mondtam, hétköznapi ruhában, de ünneplő szívvel, mert nem lehetett másképp visszagondolni azzal a majdnem 140 évvel ezelőtt tolnamegyeiekre, szekszárdiakra, akik akkor elhagyták ezt a vidéket, és saját falut teremtettek maguknak Bunyaszekszárd néven, amely falu azonban több mint 20 éve már nem létezik. De minden évben egyszer az elszármazottak összejövetelekkor egy kicsit az emlékekből újra felépül. Ha valakinek a kitüntetekkel között úgy a képzeletben, ugye a valóságos asszociációs pályáin valamiféle szekszárdi emlékek tolultak elő itt az ünnepség közepette, akkor biztos vagyok, hogy az egyik Levente Péter, hiszen ha itt most azt mondom, hogy a Gemenc szálló teraszáról mondjon valami személyes sorsához kötődő emlékképet, biztos vagyok benne, hogy tud, hiszen elég sok körbenéznie. Igen, a két alapvetően meghatározó az a természet. A természet a Csörgetótól, a Taplóson keresztül, a Sió torkolat a Dunánál, ahol törpeharcsáztunk, a Gemenci erdő, a Gurovica erdő, a Sötét völgy, a Haramia forrás, és itt belül a városon pedig itt vagyunk, ugye a Gemencszálló mellett, az evangélikus templom mellett, ahol annak idején 14 éves koromban konfirmáltam, mint evangélikus. Életem első nyilvános szereplése ebben a templomban volt, mert én mondhattam a fiatal konfirmandusok nevében az üdvözlő beszédet, amiben megköszöntük a szüleink és a gyülekezet és papjaink segítését. Ezen kívül itt van mellettünk a zsinagóga, ami most már művészetek háza, de én 52-től 56-ig az akkor még működő Schreiber kántor fiával együtt ültem egy padban, a Schreiber bandival, akik 56-ban aztán emigráltak Hajfába, hivatalosan Izraelbe, de én 4 éven keresztül, amikor meghívtak szombatonként, itt gyújtogattam, oltogattam a zsinagógában a lámpát, én voltam az úgynevezett díszgoly. A benne igen korán felszíne jutó színészi ambíciók már 18 évesen Budapestre szólítják Levente Pétert. A magyar gyerekek általuk egy ország Móka Mikéjeként emlegetett előadóművész már korán nagyívű karrier tudhat maga mögött. A szocializmus évei alatt elmondása szerint jobboldali kötődése okán nem volt élő kapcsolata Szekszárddal. De a rendszerváltozás után egyszer csak felizzott az a bizonyos szunnyadó parázs Móka Miki nem kis örömére. Amikor egyszer megkérdezték a televízióban, hogy melyik település vállalnám Magyarországon, hogy képviselem, akkor gondolkoztam, Nagyváradon születtem, azt nem vállalhatom. Hát ilyen nincs is, csak Oradea van. Akkor Héregen lakom egy kis faluban Budapesttől 61 kilométerre, de az nem volt rajta a listán. Azt meg nem lehetett. Oda 25 éve járok. Ott lakom most már állandóan 7 éve. Mondom, megvan. Hát van nekem egy város itt Magyarországon, a 93.000 négyzetkilométeren, ahol több a jó, mint a rossz emlékem. Szekszárd legyen. És tulajdonképpen ez attól kezdve indult be, ez a újra felfedezzük egymást. A közjóért rangos városi kitüntetettek a hatok között nem csak református egyházi berkekben tisztelt, örökös egyházközösségi presbiteri jegyző Parrak Ferenc volt a korelnök, aki természetesen élete beteljesedésének egyfajta életműdíjként fogta fel az elismerést. Rendkívül sok közjó célzó társadalmi munkáját, tevékenységét is kiemelték. Az emberben óhatatlanul tavaly, amikor itt Szigetvári elnő átvett egy kitüntetést, és felsoroltak mellette még több mindent, ugyanúgy valahogy annak a közéleti embernek a portréja rajzolódott meg bennem, mint az ő esetében tavaly. Jó a párhuzam? Igen, jó. Igen, én a bélyeggel kezdtem, gyakorlatilag a bélyegen fölvittem egészen a
Szekszárdi körvezetője, megyei elnök vagyok, sőt országos elnökségi tagjai vagyok, úgyhogy hogy ez engem eléggé leköt időbe is, és sajnos a legnagyobb probléma az, hogy a bélyeggyűjtő kör tagjai nagyon sokan elfelejtenek eljönni körülülésre, és ilyenkor kénytelen vagyok elvinni a lakására és ott átadni a bélyeket, ami eléggé zűrös, de hát ha azt akarom, hogy a kör működjön, akkor ennek meg kell lenni. Kicsit szkeptikusan az előbb azt mondta, hogy nem sok van vissza, bízom benne, hogy nagyon téved. Mi az, amit még szeretne valahogy megcsinálni? Vagy most egy pálya beteljesülés ez a kitüntetés? Én részben beteljesülés. Én különösebben feladatokat nem írok, ahogy adódik. Most a fő hangsúly egyébként az egyházamon belül a templom tatarozással kapcsolatos volt, most az egyéb dolgok, presbitérium összefogása, de úgyhogy én ezt tartom a legfontosabbnak mostan. Hát az, ami jön. A tervező építészek közül a mai és az átalakuló félben levő Szekszárdra komoly hatást gyakorolt Lajtai Zoltán, aki problematikus, a közvéleményt esetleg megosztó kérdésekben is vállalta a városépítő tervező mérnök sokszor háládatlan szerepét. Az idő, az emberek viszonyulása az alkotásokhoz, nois ez a kitüntetés mindenképpen őt igazolta. Ilyen volt a Találka tér, ahol tulajdonképpen egy viszonylag össze-vissza helyzetet kellett rendbe tenni, és a különböző építészeti karakterek és közlekedési problémákat megoldani, és végül is úgy érzem, hogy megszerették a szekszárdiak. Kicsit ilyen volt a Garai udvar, ahol egy ilyen ipari hátsó udvar volt. Vitatható talán egy kicsit építészetek egy-két ponton, de az akkori helyzetben, hogy ez megvalósulhatott, annak nagyon tudtam örülni. A Német Színháza volt mozi átalakítása, ami egy építészeti érték volt, és annak idején meg kellett védeni a homlokzatát legalább. Ez is, de hát gyakorlatilag mindegyiknél ez vezetett, és ez volt az élmény ezt megcsinálni, hogy a városnak a problémáját, vagy az értékét megvédjem, a problémát megoldjam egyszerre. Van-e valami most a tarsolyban, ami rendkívül foglalkoztat? Hát ugye most készült el a kiviteli terve a Babits Mivány Művelődési Háznak, ami már több éve terveződött egy pályázat után, és most sikerült pénzt kapniuk rá. Ennek a kiviteli részletezettségű megtervezése, ez volt egy nagyon kedves feladat. Illetve a város most indul egy EU-s pályázaton majd, évvégéig egy országos pályázaton, ahol a városközpont egy nagyobb rekonstrukcióját tervez, és ezen a szekszárdi építészeket, illetve a megyei építészeket meghívták, és mi is részt vettünk örömmel, mert a Bezerédi, Garai, Széchenyi utcai tömb, illetve a Piasztéri tömb problémájának, illetve a Garai térnek a megoldása volt, ami legalább ilyen nagyon fontos és szerelmetes téma volt számunkra. Nagyon szurkolsz, hogy az Orpheus program a pályázat készítő alaphoz beérkező pályázatok közül nyertes legyen Szekszárdról. Igen, de hát tulajdonképpen mindannyiunk hozzáadott valamit, tehát valószínűleg nem egy pályázat fog nyerni, hanem mindannyiunk ötletéből, munkájából kiveszi a város azt, ami neki a legfontosabb, és hát ez a lényeg a munkának végül is. Schubert Péter grafikus művész nem számít klasszikus értelemben szekszárdi származásúnak, de igyekezett olyan otthonosan berendezni magát, hogy sokan ősszekszárdinak hiszik. Élete legrangosabb kitüntetéseként említi azt, amit augusztus 20-án kapott. Egy város, amelyikben él az ember, az ő kitüntetése mindig sokkal megtiszteltetőbb egy ember számára, egy itt élő polgár számára, mint bármelyik másik kitüntetés. Az egyik az a munkáért, a másik pedig az életünkért kaptuk. Ezt én úgy érzem legalábbis, úgy éreztem, hogy ahogy föl is sorolták itt a különböző dolgokat, amin néha én is meglepődtem, az itteni életemért kaptam, a szekszárdiságomért kaptam. És a szekszárdiságért kapott kitüntetés Szekszárdon mindig több bármelyik másiknál. Én nem vagyok szekszárdi, sőt nem is ebben a megyébe születtem, nem is itt nevelkedtem fiatalkoromban. Én mikor 60-as évek közepe táján Szekszárdra kerültem, akkor én ezt a szekszárdiságot vállaltam azzal, hogy ide költöztem. Én hiszek abba, hogy ha valahol valaki otthon akar lenni, akkor teljes egészében otthonná kell teremteni a maga környezetét. Én ebbe próbálok tenni, amit lehet. Egy-egy városi körsétás során mi az a momentum, amely elfogultság nélkül is ránézel és örömmel tölt el, mert valamit ott tettél, valamit hozzátettél valamihez? Hát én így nehezen tudnám megmondani, de ha bemegyek a városba egy boltba, egy könyvesboltba, vagy egy élelmiszerboltba, vagy bárhova, mindenhol találkozom a munkáimmal. Könyvespolcokon, a könyvtárba, a levéltárba, ha meglátom valahol a Szekszárdváros címerét, akkor a címerbe.
Tehát az én munkám szinte mindenhol névtelenül ott van, aláírások nélkül. Van-e valami titkos vágyad, amit most az ünnepi pillanatban hajlandó vagy némiképpen publikussá tenni? Hát az én titkos vágyam az az, hogy ezt, amit én csinálok, ezt a nagyon-nagyon sokféle és sokfelé ágazó, nem csak grafikai műfajhoz tartozó dolgot, ezt én tényleg tudjam sokáig még csinálni, egészségben, a családommal együtt. Ha valamiben Szekszárd a világhírnévig jutott az elmúlt évtizedben, akkor az egyértelműen és minden kétséget kizáróan a borászat. Ennek tárgyasult bizonyítékai a világ legjelentősebb borversenyéből, Bordeauxról elhozott aranyérmek, ezüstök, bronzok. Először vehettek át a szekszárdi bor nemzetközi hírű ászai rangos városi kitüntetéseket. Nevezetesen a három Feri, Vesztergombi, Takler, Sárosdi trió, de újabb borászok kopogtatnak már a Városháza kapuján. 80-as évek végén a második olyan borászati cég volt a miénk, amely részvénytársasággal alakult, és hát ezt akkor mi nagy lendülettel, lelkesen, hittel kezdtük fölépíteni. Mutatja talán azt, hogy már akkor is a kezdeményező készség, az újnak a keresése bennem volt, illetve hát azt kell mondani, akkor abban a csapatban is benne volt. És aztán nyilván a szabad világ eljövetelében segített, és ahogy 91-92-ben adva volt a pálya, és szinte semmiből kellett építkezni magán erőben. Én azt hiszem igen, hiszen azért egy részvénytársaságban más játékszabályok, szellek fújdogáltak, az már közelebb volt ahhoz a szellemiséghez, szemlélethez, amely most élek. Közelítettük azt, hogy meg lehetett valósítani jobban az egyéni elképzeléseket, közeledtünk a magán tulajdonhoz, és nyilván innét már csak egy lépcső volt a adódó lehetőséget megragadva, hogy újra megpróbáltuk, vagy megpróbáltam egy magánpincészetnek a kialakítását. Kétszer is elhoztad az aranyat Bordeauxból, már kevesebben emlékeznek a 98-ra, pedig hát ez is tény. Lehet-e még ezt fokozni? Tehát ilyen értelemben mit lehet célul tűzni? Vagy megismételni ugyanezt, ez legalább olyan nehéz, vagy még nehezebb, mint egyszer vagy kétszer megnyerni? Én akkor úgy éreztem, hogy elérkeztem az első bordói aranyérem megnyerésekor a szakmai pályafutásom egyik csúcsára, vagy a csúcsára. És lám, milyen az élet pár év múlva ez megismétlődik, ez óriási öröm élmény számomra. Én azt hiszem, hogy a ilyen jellegű megmérettetéseken elért nagy eredmény, a nagy eredményt követő öröm, biztatás, hogy az az út, amelyet választottunk a fiammal együtt, most már az jó irányba halad. És nyilván ennek a kihívásnak szellemébe próbáltuk megépíteni az új borászati kis üzemünket, amely hát remélhetőleg hamarosan beüzemelésre kerül, és ott én úgy gondolom, hogy még jó néhány érdekes szakmai kihívás vár rám. Terveim már vannak, csak egyszer sikerüljön befejezni az építkezést, és akkor teljes mellszélességgel, intenzitással, tudással, csak a borászati tevékenységgel szeretnék foglalkozni. Talán a napi irányítást szeretném átadni ma a fiamnak. Nekem a régi emlékeim, ami gyűlemlenek ilyenkor az emberbe, az mindig a kadarkához kötődik, amit tanultam apámtól, nagyapámtól, azt a becsületes munkát, ahol csak a minőség számított. Abszolút a mennyiségnek soha nem volt szempontja, mikor mennyit adott a természet, de annak olyan minőségűnek kellett lenni, és ez az, amit én hoztam magammal elsősorban. A mai nagyon fontos hozamkorlátozással készülő csúcs borászatba, tehát volt honnan merítkeznem, és azt szoktam mondani, hogy 40 év alatt akkora varga betűt tettünk meg, most vagyunk a nagyapáink erkölcsi szintjén. Tehát innen még majd egy kicsit talán, remélem, hogy tovább tudunk fejlődni majd, és akkor ez a borvidék a többi borásszal együtt, akik nagyon sok szép borokat készítenek, és a lelki szemeim előtt nekik is itt van a helyük, mert nem lehet mindig nyerni, ehhez mindig azért szerencse is kell. A sok jó és alapos munka mellett szerencse is kell mindenhez. És azt gondolom, hogy egy széles bázison el fog indulni, folytatódni fog Szekszárd borrégió szakmai elismerése. Sokkal
könnyebb körülmények között nagyobb sikereket lehet elérni. A könnyebbek alatt azt értem, hogy a 90-es évek eleje azért az mindenképpen buktatókkal teli is volt a szabad világ eljövetele ellenére. Persze, akkor még nagyon-nagyon ezer problémával küzdöttünk, most is, de azok elleni problémák voltak. Nem volt meg a feltétele a nagy minőségű borok készítésének. Sem anyagi, sem mentális feltételei nem voltak meg. Ezeket fokról fokra kellett kibányásszuk, rájöjjünk saját kudarcainkon, gyötrődéseinken keresztül, és a fejlődés kapcsán jöttünk mindig rá, hogy mennyi-mennyi mindent benhagytunk ebbe az évjáratba. Mindig, amikor visszatekintettünk, jöttünk rá, hogy bizony, most is tanultunk valamit, és ezt be kellett építeni a következő év anyagába. De hát igazán büszkék lehetünk 12 év alatt ekkora utat megtenni, ehhez egy normális tempóba 50 év kell. Tehát ez egy olyan forgázon eltelt szűk másfél évtized volt, hogy azt hiszem joggal lehetünk erre büszke.